A Fidesz frakció vezetője szerint sokkal súlyosabb az ellenzéki külföldi kampányfinanszírozásának ügye, mint gondolni lehetett. Kocsis Máté az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ülése után beszélt erről, hogy milyen pénzek és hogyan kerültek a volt miniszterelnök jelölt Márki-Zay Péter mozgalmához, a titkosszolgálat vizsgálja. A jelentés 2051-ig államtitok, Márki-Zay Pétert kapcsoljuk most. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét kívánok! Ön is úgy fogalmazott, hogy támogatja ennek a jelentésnek a nyilvánosságra hozatalát. Miért? Hát engem végtelen felháborít az, hogy titkosítanak, mindent titkosítanak. Ugye Orbán Viktor hazaárulónak nevezte, tartotta Gyurcsány Ferencet, amiért hosszú távú energetikai szerződéseket kötött Putyinnal, majd ezeket titkosította, és Orbán Viktor pontosan ugyanezt csinálja. Tehát én szerintem igenis, tessék mindent nyilvánosan tenni, ahogy mi is azt tettük. A nyilvánosság az a demokráciának egy nagyon alapvető eleme. Ne blöföljenek, ne gyanúsítgassanak, rágalmazzanak, tessék mindent a nyilvánosság előtt tenni. Nyílt vitákat szeretnénk, és nyilvánosság tenni minden jelentést. A beterepített migránsok népsorát tessék nyilvánosságra hozni. Onnan tudjuk majd, hogy hány bűnözőt és terroristát telepítettek be. Mindent csak a legnagyobb nyilvánosság előtt tessék tenni. Elnök úr, úgy tűnik, hogy a Fidesz, a KDNP, az LMP, az MSZP és még a Mi Hazánk is azon van, hogy ezt a titkosítást feloldják. Akkor viszont nagy kérdés, hogy mit tartalmazhat ez a jelentés. Ha egy kicsit előre megyünk, ön úgy fogalmazott egy rádió interjújában, hogy körülbelül 1,8 milliárd forint, amit kaptak, még már június közepén is érkezett az Egyesült Államokból támogatás. Ezt akkor fenntartja? És azt is fenntartja? De kint van az interneten. Soronként, 42 ezer sorban a teljes jelentés, minden egyes utalás, az összeadást egyébként éppen egy fideszes orgánum végeztett, komplett statisztikát csinált belőle, nyilvánosság. Akkor azt is fenntartja, hogy ez legális volt, és nincsen semmi törvénybe ütköző. Akkor mi lehet ebben a jelentésben, amire úgy fogalmaztak, akár Kocsis Máté is, hogy megdöbbentőek azok a tények, amelyeket ez a jelentés tartalmaz? Mi lehet akkor abban? Hát én biztos vagyok benne, hogy ez nekünk kellemetlen lenne, a Fidesznek pedig jó, akkor már nyilvánosságra hozták volna. Nézze, az igazság az, hogy mindenki, aki hősiesen, becsületes emberként szembeszállt Magyarország ezer éves történelmének legkorruptabb kormányával, egy olyan kormánnyal, amely Pegasus kémszoftverrel hallgatja le ártatlan ellenzéki polgármestereket, újságírókat, vállalkozókat, az pontosan tudta, hogy ha Orbán Viktor rendszerére, a korrupcióra veszélyt jelent, akkor ennek következménye lesz. Ha egy meglepetés ért engem a választások után, az az, hogy milyen sokáig nem kezdett nyomozni, illetve erről beszélni a Fidesz. Én biztos vagyok benne, hogy bennünket mindvégig megfigyeltek, lehallgattak, hogy minden ott egyébként is megkapta, biztos vagyok benne, hogy minden ott van, tessék mindent nyilvánosságra hozni, ahogy mi tettük. Nekünk nincs mit rejtegetni, nincs szégyelni valónk. Bár a Fidesz a saját külföldi adomány gyűjtéseit olyan részletesen elszámolná, mint mi. Beszámolna arról Orbán Viktor, hogy évtizedeken keresztül mit tett Soros György sok millió dolláros anyagi támogatásáért. Tőlünk nem kértek semmit a kinti amerikai magyarok azért, hogy ők is ugyanúgy, ahogy a nyugat-európai magyarok, akár itthon, akár külföldön élő magyar állampolgárok támogatták a mi kampányunkat, de ha Orbán Viktor szerint egy külföldi támogatás feltétele, hogy valami borzasztó dolgot kérjenek ezért cserébe, akkor mondja el, hogy ő személy szerint Soros György évtizedes kitartó támogatásáért vajon mit tett? Értem. Ön úgy fogalmazott, hogy magyar külföldön élő magyar állampolgárok adták ezeket a támogatásokat 1,8 milliárd forint értékben? De hát Magyarországon a törvények szerint politikai pártot külföldről támogatni tilos és törvénybe ütköző. Így van, de hát mi nem vagyunk párt. Ugyanakkor a kampányban a többi párttal közösen vettek részt, a plakátokon ugyanúgy szerepelt a logójuk, és Ungár Péter is úgy fogalmazott, hogy volt egy közös kampánybüdzsé, amiben az LMP, ha tudja, hogy kaptak önök pénzt, akkor kevesebbet is rakott volna. Ez kicsit úgy hangzik, mintha lett volna egy közös büdzsé, akkor viszont a többi pártnak a kampányát is ebből finanszírozták, nem?
Hát először is szeretném hangsúlyozni, hogy Ungár Péternél kevesebbet nem nagyon rakott bele ebbe senki. Tehát ő igazán nem panaszkodhat, mert olyan nagyon nem erőltette meg magát, hogy a kampányba bármit beletegyen. De tessék elképzelni, hogy két kampány volt. Volt egy MMMS kampány, szigorúan elválasztva, pont az előbb említett kampányfinanszírozási szabályok miatt. Tehát mi semmilyen olyan anyagot nem finanszírozhattunk az MMM, amelyen párt logók szerepeltek, amely a pártok kampánya volt. Ungár Péter megerősítette, azóta a pártok is elmondták, hogy ők nem kaptak ebből a pénzből. Ez nagyon jó így, hiszen nem is kaphattak ebből a pénzből. Hogy mire költöttük, arról pedig egy 42 ezer soros főkönyvi tételes részletes elszámolást tettünk közzé. Mindenki megnézheti, fillére pontosan lehet tudni, hogy mire ment. Mindegyik mögött áfás számla van, minden beérkezett utalás, banki bizonylat van mögötte. Még egyszer mondom, teljes nyilvánosság van. A pártok azok természetes módon egy teljesen külön kampányt felügyeltek, és azt is felügyelték, hogy az MMM-nek a kampányából semmi nem mehessen a pártokhoz, hiszen, hogyha ment volna, akkor nem az MMM-et vonná felelősségre az állami számvevőszék, hanem a pártokat, a titkos pártfinanszírozást, azt az ÁSZ felügyeli és tiltja, a pártokat érné a büntetés is. Ugye nagyon érdekes, de emlékeznek bizonyára, hogy 5 évvel ezelőtt az ÁSZ bírságolta a Jobbikot, amiért attól a Simicskától kapott olcsón plakátokat, aki évtizedeken keresztül a Fidesz támogatta, de azt nem kifogásolta az ÁSZ, amikor a Jobbikot támogatta, azt már kifogásolta. Tehát a tiltott pártfinanszírozás az a pártokat terheli, éppen ezért a pártok mindvégig nagyon vigyáztak, hogy az ő kampányukban semmilyen MMM-es pénz ne kerülhessen. Külföldi eredetű pénz nem kerülhetett a pártokhoz, ezt a törvény tiltja. Tehát, ha jól értem, akkor itt két kampány volt. Volt a Mindenki Magyarország a mozgalomé, és akkor volt a közös kampánya, a plakátok és egyéb hirdetések, amin ugye az önök logója is rajta van, de abból ön azt mondja, hogy nem kaptak ebből az amerikai támogatásból a pártok. Ki felügyelte azt? De ki felügyelte azt, hogy ez ne történhessen meg a pártok? Van, aki azt mondja, hogy nem is tudott arról, hogy önök kaptak Amerikából, tehát nem tudták felügyelni, akkor ezt önök végezték? Igen. Aranyos, lehetséges, hogy tényleg nem tudtak arra, hogy Amerikában kaptuk. Egyébként mi már márciusban megsajtóztuk azt, hogy az AfD-vel kötöttünk egy szerződést az Egyesült Államokban, de itt Magyarországon is, hogyha a média egy hírportál lehozta március 29-én, erre én most direkt rákerestem a Google-be, meg lehet találni a Mindenki Magyarország mozgalom és az Action for Democracy-t, valaki beüt a Google-ba, egyből följön, hogy március 29-én már megjelent ez a sajtóban. Tehát ebben semmi titok nem volt. Ha a sajtó lehozta, akkor az ellenzéki kampányt felügyelő ellenzéki pártok szerintem tudhatták, de nyilván ezzel nehéz vitatkozni, hogy ki mit tudott, ki nem tudott. Egy a fontos, hogy a törvény teljes betartására kínosan vigyáztunk, és teljes nyilvánosságra hoztuk. Még egyszer mondom, egyébként is megfigyeltek mindent, egyébként is lehallgattak mindenkit. Én azt gondolom, hogy az a legtisztább, hogyha mindenki egy nyilvánosság előtt számol el, senki nem akart itt börtönbe kerülni ebbe a rendszerbe, úgyhogy természetes módon a törvények betartására mindenki rendkívüli módon vigyázott. Nem a kérdésen akarok rugózni, csak ugye az ellenzéki pártok képviselői azt mondják, hogy ők nem tudtak erről a kampányfinanszírozás, hogy Amerikából érkezett ekkora összegű támogatás. Ön most azt mondta, hogy tudtak róla. Volt egy elnök... Nem, bocsánat. Én azt mondom, hogy a sajtóban megjelent. Azt én nem tudom, tehát most őszintén szóval tudom én, hogy mit tudott Ungár Péter márciusban. Én is azt gondolom. Tehát a sajtóban megjelent, ők ott ültek abban a kampánycsapatban, ahol nyilvánvalóan nagyon sok olyan tevékenység folyt a pártos kampány mellett, ami ugye a pártos kampánytól elkülönítettem ment. Hát ők mondhatják, hogy nem tudták, lényegtelen is ebből a szempontból. Egy a fontos, amiben igazat is mondanak, ez egészen biztos, és ők maguk is vigyáztak rá, hogy hozzájuk nem került és nem is kerülhetett külföldi eredetű pénz. Nagyon sokan most itt az eseményekkel kapcsolatos újságcikkekben is mindenki arra kíváncsi, hogy kértek-e ezért a támogatásért bármit önöktől? Hát ezt mondtam én, hogy mindenki magából indul ki. Ha Orbán Viktor azt gondolja, hogy a külföldi támogatásért el kell árulni a hazát, akkor Orbán Viktor soros évtizedeken keresztüli kitartott támogatásáért hogyan árult el a hazát? Úgy, ahogy az azeri baltásgyilkost kiadták, amikor néhány millió dollár érkezett Magyarországra? Vagy úgy, hogy a magyar adófizető pénzéből kínai kommunista migráns egyetemet támogatunk, és nem a magyar egyetemet? Vagy úgy, hogy egy kínai vasutat építünk, amiben semmi magyar érdek nincs? Vagy úgy, hogy versenytárgyalás nélkül
titokban megállapodnak az oroszokkal egy orosz atomerőműről, amit utána titkosítanak évtizedekre. Hogyan árulta el ő a hazát? Vagy úgy, hogy olyan vakcinákat szereztek be, amit kétszer annyira vettünk, mint bárki más, és az Unióban senki más nem vette? Vagy úgy, hogy a lélegeztetőgépeket vajon másfélszer, 1,6-szor többért vették, mint a szlovének ugyanattól a gyártótól ugyanazt a típust, és utána fölhalmoztak bele 300 milliárd forintos veszteséget? És még sorolhatnánk ezt. Tehát igen, van olyan, amikor érkeznek Magyarországra pénzek, a migráns betelepítés egy nagyon jó példa erre. 150 milliárdos lopás történt a migráns betelepítésből, érthető, hogy Rogánék nem szűrték ki a terroristákat sem és a bűnözőket sem. Tehát persze, hogyha külföldi forrás kap a Fidesz, akkor hazaárulásra hajlamos. A mi esetünkben azonban az történt, hogy mikroadományok érkeztek, ezek magyar állampolgároknak az apró adományait szedtük össze, elsősorban Magyarországon és az Egyesült Államokban, ott az AfD segítségével. Mivel ezeket az embereket én nem is ismerem, nem is találkoztam velük, ezek a pénzek ezek átlátható módon érkeztek a számlánkra, nem is kértek semmit. De az, hogy mi mit ígértünk nekik, azt el tudom mondani. Mi azt ígértük, hogy például ezeket az említett terrorista migránsokat mi kiüldözzük Magyarországról, mi nyilvánosságra hozzuk az ügynökaktákat, adómentessé tesszük a minimálbért, valódi és okos rezsicsökkentést vezetünk be, csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, és ezáltal mi megkaptuk volna a 3000 milliárdos uniós pénzt, és soha nem lett volna a forint, illetve az euró árfolyama 437 forint. Elnök úr, 2019-ben az Amerikai Egyesült Államokba utazott, ugye ezt is lehetett a sajtóban olvasni Kéz Zoltánnal együtt, már akkor is akár ezen a kampányfinanszírozási előkészítésen dolgoztak, hiszen ezt gondolom nem két nap alatt sikerült összegyűjteni. Nézd, az igazság, hogy 2019-ben fogalmunk nem volt arról, hogy én majd egyszer miniszterelnök jelölt leszek. Tehát természetesen nem ezen dolgoztunk, de a Mindenki Magyarországa mozgalmat bemutattuk ottani magyaroknak. Természetesen úgyhogy találkoztunk velük, de azt is el kell mondanom, hogy akkor nem kaptunk pénzt. Tudomásom szerint egy fillért sem, bár Kéz Zoltán több alkalommal járt Amerikában, tehát lehet, hogy ő neki volt valamilyen siker ezen a téren. Abból a látogatásból akkor nem érkezett semmilyen pénz. De igen, akkor is a kinti magyarokhoz mentünk, találkoztunk is Washingtonban és New Yorkban is ott élő magyarokkal, és akkor is azt kértük tőlük, hogy támogassák Magyarországon a korrupció felszámolását, a terroristák kiutasítását az országból. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos az ügynökakták nyilvánosságát, tehát egy nagyon fontos küldetést hajtottunk végre, egy kiküldetést hajtottunk végre akkor is. Igaz, hogy akkor még eredménytelenül, de nagyon örülök neki, hogy később a Magyarország és külföldi magyarok azok hajlandóak voltak anyagi áldozatokat is vállalni azért, hogy hazánkat megszabadítsuk 1000 éves történelmünk legkorruptabb bűnözőitől. Egy rövid kérdés egy másik témában. Mit gondol erről az árnyék kormányról, ami a közelmúltban létrejött, és arról, hogy egyre több más színezetű ellenzéki politikus csatlakozik a DK-hoz? Hát én olyan tömegeket nem látok, akik a DK-hoz szeretnének csatlakozni, de nyilván azt kell mondjam, hogy ez könnyen lehet egy szívesség a Fidesznek. Gyurcsány Ferenc tett már néhány szívességet a Fidesznek valószínűleg kölcsönösségi alapon. Ugye emlékszünk, hogy Polt Pétert annak idején 2005-ben Gyurcsány Ferenc törvény módosításával tartották a legfőbb ügyészségen. Tehát tulajdonképpen az a Polt Péter, aki se a Fideszes, se az ellenzéki bűnözőket nem számoltatja el, azért tessék emlékezni arra, hogy 19-ben volt egy botrány Kispesten, ahol fehér port szívogató szocialista önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy ha valaki nem lop 100 millió forintot egyszerű önkormányzati képviselőként, az egy lúzer. Ez az ember és az az egész önkormányzat azóta is vidáman működik. Semmilyen elszámoltatás nem történt, hát ugyanúgy, ahogy egy Fidelitas szos kábítószer termesztő és kereskedőt itt Vásárhelyen. Egy évvel ezelőtt még beismerő vallomása is volt, és mégse tartóztatták le. Vagy éppenséggel a Veres polgármester asszonyt Balmazújvároson letöltendő börtönbüntetésre ítélték most a bíróság, és soha nem vonult be, majd 5 évvel később fölment, vagyis pardont adtak neki, egy kegyelmet adtak neki a fideszes köztársaság elnök. Tehát nézze, az a minimum, hogy a bűnözőket, legalább az ellenzéki bűnözőket, könyörgöm, a Fidesznek el kellene számoltatni, börtönbe kell juttatnia. Én azt gondolom, hogy ezt joggal fogjuk elvárni bármilyen demokratikus rendszertől Magyarországon. Tehát az, ez nagy kanyar volt a DK-tól, de jó. Ez nagy kanyar volt. Visszatérünk a DK-hoz, tehát az árnyék kormány az lehet egy szívesség a Fidesznek, ugyanis azt a teljesen valótlan helyzetért értékkel is sugallja,
mintha Magyarországon demokrácia lenne, mintha bármikor is esélye lenne Dobrev Klárát elváltani Orbán Viktort, elképzelni, hogy a legelutasítottabb ellenzéki párt, a DK a legnagyobb elutasítottságuk van. Ha ők lennének az alternatíva, akkor Orbán Viktor nagyon nyugodtan aludhatna. Volt egy jobb precedens annak idején a 80-as években, akkor is volt egy kommunista típusú pártállam Magyarországon, egy leválthatatlannak tűnő hatalom, abban a rendszerben leválthatatlan is volt, ugyanúgy, mint most. Orbán rendszerében Orbán folyamatosan változtatott szabályai szerint ilyen erőviszonyok mellett Orbán Viktor nem leváltható. Éppen ezért most ugyanúgy egy ilyen pártállam ellen egyetlen lehetséges küzdelem a feladatunk, egy ellenzéki kerekasztal. Ki kell követelje azt, hogy megváltozzanak ezek a szabályok. Az alkotmány, a választási törvények és a médiatörvény megváltoztatása nélkül Magyarországon ez a korrupt kormány mindvégig hatalomban fog maradni. Tehát ahogy 89-ben 30 párt és 30 civil folytassuk ezt a beszélgetést. Elnök úr, annyit kérek, hogy folytassuk a beszélgetést egy következő alkalommal is. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Mindig nagyon szívesen, máskor is. Jó éjszakát kívánok mindannyiuknak.